Temerin volt az első vajdasági település, ahol a rendszerváltás után megemlékezést tartottak az ártatlanul kivégzettek tömegsírjánál. Hangzott el a megemlékezésen, ahol Matuska Márton, temerini születésű történész elmondta. Ma sem egyszerű megszervezni a megemlékezést, régebben pedig jóformán beszélni sem lehetett róla. Annak ellenére sem egyszerű, hogy ma itt lehet mindenki, aki úgy érzi, itt kell lennie. És aki mellett esetleg ott áll az anyaország hivatalos képviselője, bátorításul. És akinek a jelenléte egyben azt is igazolja, hogy egy a nemzetünk. Kelemen András, a Magyar Országgyűlés elnökének külügyi főtanácsadója beszédében elmondta, megborzong, ha arra gondol, hogyan pusztultak el a tömegsírban nyugvók, de megborzonghat az elkövető is, és az is, aki fedezi őket. Mi mással volna magyarázható halottaink eltüntetése, méltatlan elrekkentése, elrejtése, döktemetőkbe, beton alá, golfpálya mélyére? És mivel mással volna magyarázható, hogyha emlékejelet állítunk, az oly gyakran arra a sorsra jut, hogy megrongálják vagy eltüntetik? A megemlékezésen jelen volt Schmidtné Makrai Katalin, a magyarországi zarándokok vezetője is. Őszinte megrendüléssel hallgattam a beszédeket, és éreztem már mindazok fájdalmát, akik nem állhatnak meg egy sírnál, nem róhatják le a kegyeletüket egy virággal, hanem csurogon a szemét között a keresztnél emlékeznek. A megemlékezés végén az anyaország, a vajdasági politikai pártok és a helyi civil szervezetek képviselői elhelyezték a kegyelet virágait a közös sírnál.